Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. szeptember 14-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Mezőtúra látogatott Trévész Máriusz államtitkár. Babaranta edzések mezőtúron. Szeptember 11-én Babaranta nyílt napra került sor a Baranta Szövetség szervezésében. A Babaranta lényege, hogy a gyermekekkel is megismertessék a hagyományos játékokat, illetve betekintést nyerjenek a Baranta világába. A részletekről Garai Vendel edző nyilatkozott. A mai napon, szeptember 12-én itt mezőtúron bicikliút átadó ünnepségre került sor. Mi tudhatunk a mai napról? Magyarországon nagyon fontos kerékpárutakat építeni, különösen itt az Alföldön, a mezővárosokban, hiszen itt nagyon-nagyon sokan bicikliznek. Nagyon sokan nem tudják, hogy Hollandia és Dánia után Magyarországon a legmagasabb a kerékpáros közlekedés részaránya, de ez nem egyenletesen oszlik el az országban, hanem az itt a mezőtúr és a mezőtúrhoz hasonló városoknak köszönhető, ahol nagyon-nagyon sokan bicikliznek. Viszont nagyon fontos, hogy biztonságosan biciklizhessenek az emberek. Itt a mögöttünk levő úton is nagyon nagy a kerékpárforgalom, mert a teherautó forgalom is, nagyon nagy teherautók közlekednek folyamatosan, és a kutatások is azt mutatják, hogy nagyon sokan a biztonság érzet hiánya miatt nem mernek kerékpárral közlekedni. És abban az esetben, hogyha biztonságosabb kerékpárúton közlekedni, akkor többen kerékpároznak. Én nagyon gratulálok a város polgármesterének, képviselőtestületének, hogy ezt a topos pályázatot elnyerték, és ezt a két kerékpárutat, ami mintegy 6 km hosszú, megépítették. Itt azt mondta az iskolából az egyik tanárnő, hogy azóta többen járnak az iskolába kerékpárral, de valószínűleg munkába, vásárlásnál is többen fognak kerékpárt használni, ez pedig mindenképpen kívánatos. Abból a szempontból is kívánatos, hogyha többet mozgunk, akkor egészségesebbek vagyunk. Ugye az egyik legelhízottabb nemzet vagyunk a világon, és abban az esetben, hogyha rendszeresen valaki kerékpárral közlekedik, akkor ez mindenképpen a fizikai állapotának jót tesz, a fittségi állapotának és a mentális állapotának is jót tesz. Úgyhogy egész egyszerűen ezeknek az embereknek a közérzete is változik pozitív irányba, úgyhogy nagyon-nagyon sok pozitív következménye van, hogy ilyen nagyszerű kerékpárutakat építenek a településeinken. Államtitkár úr szerint még mivel lehetne javítani az egészségi állapotunkon? Ugye most itt van a kerékpárút, de a kerékpár mellett még számos lehetőség van. Erre mit javasolna? Hát különböző célcsoportok vannak, például kell foglalkoznunk a gyerekekkel, mert a felmérések azt mutatják, hogy 2015 óta, amikor megnéztük, minden évben növekedett az elhízott és túlsúlyos gyerekeknek az aránya. Hiába vezettük be a mindennapos testnevelést, ez nem változott. Szerintem itt a legfontosabb dolog az lenne, hogy a gyerekeknek megmutassuk, hogy mozogni élmény. Élménysportot kellene nekik a mindennapos testnevelésben, tehát hogy nyújtani, tehát én is kevés élveztem a szekrényugrágatást egyébként általános iskolában, van, aki a kötélmászástól van ki, és az a helyzet, hogy a gyerekek 18 éves korig járnak a közoktatási rendszerbe, és valahogy, mikor ez befejeződik, nem érzik úgy, hogy ővelük megszerettették volna a mozgást. És tényleg nagyon sok mindent lehet mozogni a gyerekeknek. Például van nekünk egy pumpapálya építési programunk. Ez ilyen hullámos pálya, biciklivel lehet rajta közlekedni, és igazából, ahol túl közel építették a településeken a házakhoz, lakásokhoz a pumpapályákat, ott mindig panaszkodnak a lakók, hogy ezek a fiatalok, hát ezek este 10-kor is itt még itt biciklizgetnek, meg mozog, néha kicsit hangosak, úgyhogy lehet olyan kínálatot nyújtani a fiataloknak, hogy letegyék a mobiltelefont, és egyébként mozogjanak, csak meg kell találni, hogy mi nyújt nekik élményt, élvezetet, és akkor szerintem minden rendben van.
Aztán kell foglalkozni például az idősekkel is. Idősek azok nagyon hajlamosak azt mondani itt Magyarországon, hogy hát nem mozgunk, fáj a lábunk, itt fáj, ott fáj, és egyébként is betegek vagyunk. De igazából a betegségek nagy része az arra vezethető vissza, hogy egyébként nem mozognak, se elkezdenének mozogni, akkor jóval jobban éreznék magukat. Ezért számukra is mindenféle akciót próbálunk indítani. Ezek közül most egyet hadd emeljek ki, a Millió lépés akció szeptember 25-én újraindul. Itt lehet majd lépéseket gyűjteni, lehet lépéseket gyűjteni az iskoláknak. Azok között az iskolák között, akik ötször körbe kerülik virtuálisan az országos kék kört, összegyűjtenek annyi lépést. 1 millió forint jutalmat osztunk ki 100 iskolának, sorsolunk ki, de a nyugdíjasok is, ha nyugdíjas klubok gyűjtik a lépéseket, akkor közöttük is, hogyha legalább egyszer megkerülik a kék kört virtuálisan, lépéseket átszámoljuk az országos kék körre, akkor ők is mindenféle ajándékcsomagot fognak kapni, úgyhogy biztatom a mezőtúriakat, hogy alakítsanak gyalogló klubokat, gyűjtsék a lépéseket, és nyerhetnek ajándékot, de a legnagyobb nyereség az mégiscsak az lesz, hogy egészségesebben fognak élni. 1,7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi létesítmény került kialakításra. Örömteli a mai nap, hogy a kelet-nyugat, illetve az észak-déli kerékpárú beruházásunk is elkészült. Hosszú évek munkája van ebben, ugye a 2017-es évtől kezdve, amikor a pályázat beadásra került, ugye később nyertes pályázatnak is nyilvánították. Azt követően, hogy elindult a terveztetés időszaka, majd gyakorlatilag itt a 2021-es év volt, amikor végre belevághattunk ebbe a beruházásba, és hát nem volt egy problémamentes, akadálymentes pályázat megvalósítás sem az észak-déli, sem a kelet-nyugati vonalnak a megépítése. Ugye a kezdetektől műszaki tartalomban problémák voltak, itt, és végül hosszú-hosszú egyeztetések kellettek ahhoz, mind a kivitelezővel, mind különböző hatóságok bevonásával, hogy végül az a műszaki tartalom, amit ma már láthatunk mezőtúr útjain, az megvalósulhatott. Sokan voltak, akik, hogy úgy fogalmazzak, nem látták a kerékpárú beruházásnak a végét, illetve már különböző dolgokat kiabáltak erre a beruházásra. Ám végül azt gondolom, hogy az idő bennünket igazolt, valóban nem egy problémamentes beruházás volt, de végül kellettek azok a megbeszélések, egyeztetések és komoly gondolkodás ahhoz, hogy végre ezt a projektet sikeresen meg tudtuk valósítani. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás is jól megmutatta azt az időszakot és azokat a esetleges nehézségeknek a megoldását, hogyha valahol probléma üti fel a fejét, akkor azt meg kell tudnunk oldani közösen. Úgyhogy ezután is köszönöm a kollégáknak, a kivitelezőnek, a műszaki ellenőrnek és mindenkinek a munkáját, aki ebben komoly energiát és időt fektetett, hogy ezt a két beruházást ilyen sikerrel tudtuk a végén megvalósítani. Én azt gondolom, hogy az elkészült kerékpárutak minősége végül abszolút megfelelő és jó minőségű lett. Ezek közül kiemelném mindenféleképpen a Kossuth-Lajos úti kerékpárút szakaszt, amire államtitkár úr is ma azt mondta, hogy le a kalappal. Mind a környezete, mind pedig a kórház előtti megoldása, hogy a fákat megmentettük és végül az osztott pályás műszaki tartalom mellett tettük le a voksunkat. Ez végül beigazolta azokat a terveket és célokat, amelyeket mi közösen megálmodtunk. A lakosság pedig hál' Istennek öröm látni, hogy nyitott erre. Egyre többen kerékpároznak, én azt látom, saját ismeretségi körömben, családi körben is vannak önök, akik amikor tudják, az autót leteszik, és kerékpárral igyekeznek közlekedni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb visszaigazolás egyébként nem kell, illetve annak is külön örülök, és szeretném kiemelni mind a Sugárúti kerékpárút esetében, mind a Kossuth-Lajos úti kerékpárút esetében, hogy a két iskolába való biztonságos kerékpározásnak a lehetőségét ezzel megteremtettük, ami mind nagyon fontos véleményem szerint a gyerekek biztonság érdekében is, és nem mellesleg a szülők megnyugtatás érdekében is. Dolgozunk azon, hogy már a következő projektre tekintünk és a jövőbe tekintünk. A Puskin úti kerékpárútnak a közbeszerzési eljárását kiírtuk, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan abba a projektbe is belevághatunk, és tanulva ebből a beruházásnak a nehézségeiből igyekszünk azt a lehető legrövidebb idő alatt majd megvalósítani, és akkor belevágni, amikor erre minden időjárás és egyéb körülmény adott lesz. Úgyhogy dolgozunk tovább, és különböző terveink vannak még a kerékpáros turisztika és a kerékpárút hálózat fejlesztése tekintetében. Amennyiben lesz lehetőségünk, akkor folytatni fogjuk. Bízunk benne, hogy mindenki nagy örömére.
szeptember 12-én Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára látogatott el városunkba, akivel Szűcs Dániel polgármester különböző városfejlesztési lehetőségekről egyeztetett, illetve közösen bejárták az új kerékpárutat. A mai napon, szeptember 11-én Mezőtúron Baranta nyílt napra került sor. Mit tudhatunk az eseményről? Mit jelent, hogy Baranta? 3 éve tartunk Baranta edzéseket itt Mezőtúron. Ez a magyar hagyományos harcművészet, ahol eleink harci és testkultúráját igyekszünk feleleveníteni, illetve megélni az egészet. És hát eleinte felnőtt edzések voltak, aztán szépen lassan egyre több gyerek jött, ilyen 8-10 éves korosztály, és megkerestek időnként kisebb korú gyerekek szülei is, ilyen 5-6 éves korúaknak a szülei, hogy járhatnának-e hozzánk. És próbálkoztunk, de azt láttuk, hogy az olyan picikék nem tudnak úgy igazán a nagyobb gyerekekkel, meg a felnőttekkel együtt edzeni. De most elszántuk magunkat, hogy indítanánk nekik is egy külön csoportot, ahol kifejezetten ezt a 5-6-7, esetleg 8 éves korúakat várjuk, és ők nekik is bemutatni a Barantán keresztül a magyar nemzet értékeit. És amellett, hogy rengeteget tervezünk játszani velük az edzéseken, azért apránként megmutatni a nagy barantásokkal által is használt tartalmakat, íjászatot, szabjavívást, meg az egyéb hasonló kifejezetten harcművészeti dolgokat is, de mivel gyerekekről van szó, kisgyerekekről, így elsősorban játszani szeretnénk velük, a népi játékokat, népmeséket megismertetni velük. És erre most egy nyílt edzést hirdettünk meg, hogy itt az érdeklődők megnézhetik, hogy mi is ez. Említetted ugye, hogy a gyermekekkel leginkább játszani szeretnétek, de nagyjából mi a különbség a kicsit nagyobbak, illetve a kisebbeknek az edzésformája között? Mennyire könnyen sajátítják el a kicsik ezeket a mozgásformákat? Hát mivel alapvetően a Baranta is úgy épül fel az oktatásra, hogy a felnőtteknek is el kell sajátítania ugyanúgy a népi játékokat, meg a népi műveltségi elemeket, így ez a Barantának alapból a szerves részét képezi, csak ugye a gyerekeknél alapból erre van kihegyezve az egész. Azzal, hogy mondjuk csürköznek, ahol botot kell dobni, meg egy kicsit már botvívás is van benne, azzal már a barantás vívásra készítjük fel őket, csak ők még ezt nem feltétlen tudják. Milyen népi játékokról van itt szó így Barantán belül? Hát igazándiból, amit a gyűjtésekből annó a néprajzkutatók is összegyűjtöttek, de például merítek onnan is, ami óvodás emlékeim vannak nekem is, hogy milyen fogócskákat játszottunk, különböző benne a bárány, kinn a farkas, kendőzés, csürközés, nagyon sok népi játékunk van, és ezekből aztán mindig az adott csoportnak megfelelően válogatunk. Említetted ugye kamerán kívül, hogy a Baranta csoport már 3. születésnapját ünnepli. Mit tudhatunk a Barantáról? Hányan járnak, illetve az edzések hogyan zajlanak? Kedden és csütörtökön vannak jelenleg az edzéseink. Most ősztől egy kicsit előrébb hoztuk, olyan 4:45-5:00 kezdésre. És hát ugye a nagyobbakkal is azért ugyanúgy játszunk, mert most jelenleg nincs külön felnőtt és gyerekedzés, hanem összevontan van mindenkinek. Úgyhogy velük is játszunk sokat, de mellettem majd minden edzésen megjelenik az íjászat, a szabjavívás, télen birkózni is szoktunk, és egyrészt technikákat is tanulunk, másrészt meg rengeteget küzdünk, mert a Baranta nagy mértékben épít arra, hogy nem elég csak begyakorolni valamit, hanem azt használni is tudni kell. Ha valakinek felkeltette ez a sportág az érdeklődését, akkor hogyan tud jelentkezni? Nyilvánvalóan személyesen, itt a Sugár út 29 szám alatt vannak az edzések, edzés idején, illetve Facebookon is Nagykun Baranta címen megtalálhatóak vagyunk, vagy kereshet engem is, Ingarai Vendel vagyok. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!